Tábla jelzi a tolnai Festetics utcában, hogy melyik egykori kastélyban lakott a városrésznek névadóba szolgáló nemesi család. A tolnai Festeticsek története a 19. század első harmadának végén kezdődött. Ez az épület az úgynevezett Sándor Kastel. Ez Festetics Sándor gróf kastélya volt. Náluk nem az volt a szokás, hogy az elsőszülött fiú örököl mindent, hanem szétosztották a vagyont a fiúk között, és ez elég nagy probléma volt, amikor több fiúgyerek érte meg a felnőttkort. Így történt itt is. 1833-ban pontosan három fiú örökölte a vagyont, Sándor, Ernő és Rudolf. A három testvér három kastélyba költözött szét, nem maradtak az öreg kastélyba. Ernő gróf és Sándor gróf saját kastélyt épített magának. Ami előtt most állunk, ez a Sándor gróf kastélya. Az 1830-as évek végén felépült kastélyban látta meg a napvilágot Sándor lánya Mária is. A grófnő életútja igazán különleges. Ő ugyanis élete jelentős részét Erzsébet királyné, vagyis Sziszi udvarhölgyeként élte. 10 gyerek közül az 5. gyermek volt, és nem sokáig élt itt a kastélyban, a tolnai kastélyban, ugyanis a Festeticsek hírhedten rossz gazdálkodók és még rosszabb politikusok voltak, úgyhogy gyorsan elfogyott a tolnai örökölt vagyon, és 1842-ben mind a három Festetics eladta egy nagybirtokosnak, kereskedőnek a tolnai uradalmi birtokrészét, és a tolnai Festetics Sándor és családja a Söjtörre költözött. Tehát a kis Mária az pár évet töltött itt, mert 1839-ben született, tehát pár éves volt, amikor el kellett innen költözniük. A tolnai uradalmat Festetics Sándor haláláig emlegette, imádott tolnájának nevezte mindig a tolnai uradalmat. A család egyre romló anyagi helyzete Söjtörön sem javult. Festetics Mária ezért annak érdekében, hogy szüleit is eltartsa, munkára kényszerült. József főherceg felesége Klotild mellett lett ilyen társalkodó nő. 1871-ben megismerkedett a királyi párral, Sziszivel is Festetics Mária, és Sziszi rögtön megszerette az értelmes, okos, élénk és vidám hölgyet, és szerette volna magának udvarhölgyként látni. 1874-ben lett aztán Sziszi udvarhölgye Festetics Mária, nagyon nem akart elmenni Magyarországról, szerette azt a helyet, ahol volt, de aztán meggyőzték. Ebben pedig jelentős szerep jutott Deák Ferencnek és Andrássy Gyula grófnak. Velük jó barátságban volt Festetics Mária. Egy részletet fel is olvasnék, hogy mennyire becsülte Festetics Máriát. Egy alkalommal megkérdezte Festetics Mária, hogy van-e Andrássy Gyula grófnak miniszterjelöltje. Igen, maga, mondta. Hát, 7 Festetics Máriára volna szükség, mert a férfiak borzasztóan vénasszonyosak. Rémítő dolog, hogy maga nem férfi. Több esze van, mint ezeknek mind együtt. Az életét onnan ismerjük, hogy ő nagyon részletes naplót írt. Mindenről naplót írt, hihetetlen mennyiségű anyag gyűlt össze így, ami nem csak az udvari életről, hanem bizony politikáról is szól. Ezt a naplót kiadták 2021-ben, megjelent természetesen nagyon-nagyon rövidített állapotában, de megjelent magyar nyelven is a naplója, és olvasható is, például a tolnai könyvtárban is megvan, és lehet kölcsönözni, rengetegen kivitték már, bár tolnai vonatkozása elég kevés.
1874-től tehát a tolnai származású Festetics Mária Erzsébet királynő udvarhölgye volt, egészen az uralkodó tragikus haláláig. Annyira szerette, hogy kicsi önző módon állandóan megakadályozta, hogy Festetics Mária férhez menjen, ezért magányos maradt, egyedül maradt, hiszen a királyné nem engedélyezte egyetlen egy házassági kérelmét sem. Haláláig vele volt, azon a végzetes napon éppen nem volt, mert beteg volt, más kísérte el Festetics Mária helyett Sziszi királynét. Aztán Söjtőrre ment vissza, amikor feloszlatták az udvartartást, és ott is halt meg 1923-ban. Tolnai Városvédő Egyesületnek az egyik fő gondolata az volt, hogy ne csak az öreg kastélyt, az öreg Festetics kastélyt ismerje meg a város lakossága és az ide látogató turisták, hanem mindhárom kastélyról értesüljön. Ezért először a Hősök terén álló Ernst Kasselra raktunk táblát, és most a tavalyi évben pályáztunk és nyertünk erre a táblára, úgyhogy most már a Sándor kastélyon is van egy tábla, ami hirdeti, hogy valójában ez egy Festetics kastély volt. Tolna tehát egykor egy rövid ideig a Festeticsek otthona volt, és innen indult a királyi udvart is meghódító útjára Festetics Mária is.